kapna vétel. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. És a Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Önkormányzati eskütétel Máté Szalkán. Dr. Sarka Attila Gyula mandátumát Katona Péter képviselő kapta meg. A napi rendek között az egyik legfontosabb ezúttal a 2023-as költségvetési rendelet módosítása volt. 41 millió 300 ezer forintot kapott a Városgazda Kft. A mai ülésen. Ebben az uszoda támogatásától a belvíz, vagy a belterületi utakra fordítható forrás emelésén 10 millió forinttal, azon túl a zöld főletek karbantartására, tehát több tételből áll össze ez a támogatási összeg. Nincs együttműködés az önkormányzati ingatlanokat bérlők egy részével. Ez derül ki többek között a Városgazda Kft. A testület által is elfogadott beszámolójából. A visszaérések megelőzése érdekében az ingatlanok bérbeadásának felülvizsgálatát javasolják a képviselők. Annak idén 6 évvel ezelőtt elfogadtunk egy új rendeletet, ami sok problémát rendezett. De látjuk azt is, hogy az önkormányzati lakásokat igénybe vevők részéről nem minden esetben tapasztalunk megfelelő hozzáállást, együttműködési készséget, főleg arra vonatkozóan, hogy ez egy átmeneti segítség. Itt sokan viselkednek úgy, hogy élethosszig szeretnék igénybe venni ezt a segítséget. A mi önkormányzati rendeletünk értelmében ezt 10 éven át tehetik meg. 6 évnél tartunk, felül kell vizsgálni azt, hogy hogyan haladjunk előre, hogy azért a későbbiek folyamán is tudjunk mindazoknak segíteni, akiknek erre a segítségre szüksége van. A testületi ülésen elhangzott, a Vármegyei Önkormányzat a kormányhivatallal és a kormánytisztviselői kar helyi elnökségével közösen megalapította a vármegyei szinten adható legmagasabb közszolgálati díjat. A közszolgálatáért elismerést dr. Takács Csaba, Máté Szalka jegyzője is átvehette a Vármegyeházán tartott ünnepségen.